100 sérült baba közül legalább 80 gyermeken segít a dévény módszer. A terápiát végző gyógytornászok szerint áttörés munkájukban az, hogy idén-nyáron az egészségbiztosító külön kód alatt kezeli a kivételesen hatékony módszert. Minden szülő tudatosan vagy akár tudatalatt is hasonlítgatja gyerekét a kortársaihoz, mikor ül fel, mikor kezd el mászni, vagy mikor mondja ki az első szót. A szakemberek szerint a gyerekek többsége különböző ütemben fejlődik, saját magához kell viszonyítani őket. De honnan tudhatjuk meg, hogy mi a normális és meddig lehet eltérni az átlagtól? Egyszer aztán már késő és azon sopánkodik a szülő, hogy nem vette észre hamarabb, hogyha baj van. Minden csecsemőnek jót tenne az első hetekben néhány kezelés, de ez jelenleg lehet. Az viszont létkérdés lenne, hogy a koraszülött osztályokon rutinszerűen minden gyerek megkapja azt, mert ezzel az eddigi 100 szülési sérültből 80 egészségesen élhetne, így nyilatkozik az elmúlt évtizedek legnagyobb hatású gyógytornásza, Dévény Anna, aki örül annak, hogy sok gyógytornász megőrzi módszerét és alkalmazza. Az egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés idegfejlődési zavar idegrendszeri sérülés esetén a test összes idegvégződésének a Dévénymódszer rendszerében meghatározott módon fejtől az alsó végtagig kézzel történő direkt ingerlése útján történik. A terápiát vezető gyógytornászok szeretnék, hogyha munkájukat támogatná az egészségbiztosítás is, hogy sokak számára hozzáférhető lehessen ez a kivételesen hatékony módszer. Vámosi Istvánné gyógytornász a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük akkor ott, ahol itt az anyag befejeződött, mégpedig, hogy egy bizonyos kódot kapott ez a terápiás módszer. Mit jelent ez, mit tesz lehetővé ez? Több éve van már egy speciális kód, amit használhatnak a Dévény módszerre a gyógytornászok. Ezt a társadalombiztosító a szabály, úgynevezett szabálykönyvben meghatározza. Sajnos a gyógytornászoknak a kompetenciája az még nem teljesen letisztázott. Pontosan ezért a szabálykönyvben szereplő beavatkozási kódokkal is mindenki hozzányúlhat ezekhez a kódokhoz és használhatja. Annyi változás történt igazából, és egy kicsit ezt tisztába is kell tenni, hogy megemelte a társadalombiztosító az erre a kódra adható finanszírozási összeget, ami eddig sem volt nagyon, nagyon kevés, hiszen meghatározza, hogy egy teljes órán keresztül kell a kezelést végezni, és ez nagyon ritka az egész finanszírozási rendszerben, hogy meghatározza, hogy ilyen hosszú időn keresztül kell egy bizonyos kezelést végezni. Tehát megpróbálta ezért egy többlet finanszírozást adni hozzá. Most annyi történt, hogy ezt még tovább emelték a Dévény Alapítvány kezdeményezésére, és kimondottan az alapítvány használatára engedélyezte ezeket a kódokat. Tehát akkor vidéken, ahol ezzel a módszerrel foglalkoznak, nem biztos, hogy ilyen formában hozzá is jutnak ehhez a támogatáshoz, értsük ezt így? Igen, eddig is minden kórházban, illetve szakrendelőben, aki a társadalombiztosító finanszírozása alatt állt, lehetett ezeket a kezeléseket csinálni, hiszen ez is egy olyan gyógytornász fizioterápiás beavatkozás, mint bármelyik más. Ugyanúgy el lehetett számolni, erre is megvoltak a megfelelő kódok. Az, hogy most többet ad a társadalombiztosító egy-egy ilyen kezelésért, ez a Dévény Alapítványnak a kérésére, illetve felterjesztésére született. Ezt köszönhető az alapítványnak, hogy igen, utána járt, hogy igen, szélesebb körben hozzáférhető legyen ez a kezelési forma. Néhány gondolatot elmondtunk ebben a bejátszásban erről a kezelési formáról. Mi ennek a módszernek a lényege? A módszernek az a lényege, hogy az idegrendszert az izmok felől stimulálja. Azokat az izmokat, amelyek nagyon feszesek, működésre nem képesek, ezeknek lehetőséget teremt ezeknek az izmoknak arra, hogy mozogjanak, hiszen abból a gúzsba kötöttségből kiszabadítja, normál pozícióba helyezi ezeket az izmokat, és azzal hajtja végre a gyerek a mozgásokat. Tehát egy manuális kezelésről van szó, a Dévény módszernek az egyik sajátossága, hogy minden izmot egy speciális helyzetbe hoz, minden izmot egy speciális helyzetben kezel, lazít, stimulál, és innen lehet várni a mozgásokat, mert a gyerek a mozgásokat, ha képes rá, akkor fogja csinálni. Ha nem képes, mert az izmai olyan állapotban vannak, akkor
sokkal hosszabb a fejlődése, szükséges idő, vagy pedig nem is fogja tudni a gyerek. Tehát fejlődési lemaradásokat lehet behozni ezzel, vagy ez egyfajta gyógyító tevékenység tulajdonképpen? Mindenképpen gyógyító tevékenység. Dévény Anna most fogalmazza a legújabb könyvében, hogy a gyógyítás és a fejlesztés között nagyon nagy a különbség. Gyógyítani akkor tudunk, ha teljessé tesszük a mozgás lehetőségeket, fejleszteni csak azt lehet, ha van mit fejleszteni, csak az arra alkalmas izmot lehet. Tehát ez az alapja tulajdonképpen a más módszerektől való eltérés alapja? Igen. És lehet az erre ráépülő kezeléseknek is az alapja. Tehát lehetőséget teremt a módszer arra, hogy a gyerek mozogjon, optimálisan mozogjon, és jöhetnek a fejlesztő módszerek, amik pedig nélkülözhetetlenek. Milyen babáknak van erre szükségük? Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy vannak olyan esetek, amikor azt hiszi, vagy azt hiheti az anyuka, hogy neki az ő babájának szüksége van erre a módszerre, és van olyan, amikor csak későn veszik észre, és ez a bizonyos korai felismerés elmarad. Igen, a korai felismerésnek nagyon-nagyon nagy a jelentősége. Vannak is már kezdeményezések arra, hogy a védőnőknek az oktatásába ezeket a korai felismerések, korai diagnosztikát beépítik. Egy külön projekt is indult arra, hogy a korai felismerés, és ez azt hiszem itt a megyében is történt, minél hamarabb kerüljenek megfelelő kézbe ezek a gyerekek. Arról is hallottunk már, amikor azt mondták, hogy nagy divat most dévénykezelése hordani a gyereket, mindenkinek el kell mondjam, hogy divatból nem kezelünk. Tehát csak azokat a gyerekeket, akiknek valóban szüksége van rá, vannak olyan tünetek, amelyekből látjuk, hogy a mozgása lassabban fog beindulni, és az bizony sok egyéb problémát hoz maga után. Amikor tudjuk, hogy olyan rizikó volt a terhesség a szülés alatt és körül, amikor esetleg prevencióban kell kezelnünk ezeket a gyerekeket. Nagyon jó kapcsolatunk van egyébként a körzeti orvosokkal, körzeti gyerekorvosokkal, a védőnőkkel, akik elsőként látják ezeket a gyerekeket. Egyre többen szűrik már ki időben azokat a gyerekeket, akiknek valamilyen mozgás elmaradásuk van. És hát természetesen megfelelő kórházi ellátásra és orvosellátásra kell utaljuk ezeket a babákat. Vannak tehát rizikófaktorok, ezt említettem, melyek ezek a rizikófaktorok, kik azok, akik figyeljenek oda időben? Akiknek a szülés vagy a terhesség alatt fertőzése volt, vagy a szülés alatt a baba szülés előtt alatt körül valamilyen oxigén hiányos állapot lépett föl, a koraszülöttek egy jó részét érdemes nyomon követni, de ennek megvan a megfelelő útja is, mert általában visszahívják őket habilitációs szakrendelésre, és a habilitációs szakorvos irányítja is a megfelelő irányba a gyerekeket. 100-ból 80 baba meggyógyul, illetve fejleszthető ezek szerint. Ez a statisztika, ez érvényes él. Ez nagyon érvényes, ez a statisztika. Akár a saját praxisomból hozok erre, de hát erre már az alapítvány statisztikájából is kiderül, illetve most készülünk egy pilot vizsgálatra, ami pontosan arra irányul, hogy fejleszthetőek, hány százalékban, mert itt csak a statisztikából indultunk most még ki, és bizony a 80%-uk olyan fejlesztést, olyan fejlődést lehet elérni, hogy az önálló életvitelre, illetve a teljes gyógyulásra. A születési sérüléseken kívül hol, milyen területeken, mondjuk akár baleseti sérülések után is hasznos lehet-e? Ez is egy gyakori kérdés és fontos kérdés. Arról híres egyébként a dévény módszer, hogy babákat kezel, de mindenütt, ahol megjelenik az izomzatban valami zsugorodás, korlátozottság, ez a módszer alkalmassá. Nagyon lerövidíti a gyógyulás folyamatát a baleseti sebészeti utókezelésekben, hiszen egy gipszlevétel után nagyon sokáig, vagy egy műtét után nagyon sokáig járnak a betegek egyéni csoportos gyógytornára, holott az izom nincs előkészítve, és ha belenyúlunk, előkészítjük az izmot, akkor egyharmadára le lehet rövidíteni. Reumatológiai esetek, neurológiai esetek, felnőtt agyvérzett betegeket nagyon-nagyon jól lehet kezelni. Például az én édesapámnak sztrók után a nyelését hoztuk vissza 3 nap alatt tökéletesen.
nagyon-nagyon sok felé. Mindenütt, ahol az izomban, az izomműködésben megjelenik egy probléma, ott tudunk dolgozni, csak legyünk elegen. Hogyha visszatérünk még egy nagyon picit a gyerekekhez, akkor milyen az utánkövetés, kell-e utánkövetés, és meddig? Ez még fontos információ szülőknek. Igen, akkor, amikor a gyerek mozgása beindul, normalizálódik, akkor szeretjük visszahívni sokáig a gyerekeket, mert egy tónuszavar az később is jelenthet, tehát a szalagokat, az izület, tokokat nem biztos, hogy meg tudtuk még úgy erősíteni a pici babáknál, és egy struktúrát, a gerincét, a lábát, a tartását, a mozgás harmóniáját érdemes megnézni, és esetleg valami plusz fejlesztéssel még tudjuk irányítani a babákat. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.